estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Ma 1150 pedagógust immunizált a Kabács-Kiskun megyei Oktatókórház rendelőintézetében kialakított 11 oltóponton. A Bács-Kiskun megyei Oktatókórház 5 munkatársát díjazták az év Covid dolgozója szavazáson. A húsvéti ünnepek alatt változnak a közlekedési menetrendek. A járványhelyzet miatt több közlekedési társaság azt kéri, hogy aki teheti, halassza most el az utazást. Lezajlott az első napja a pedagógusok kampányoltásának. Ma 1150 főt immunizáltak a Bács-Kiskun megyei Oktatókórház rendelőintézetében kialakított 11 oltóponton. Köszönöm szépen, szívesen! Ma kezdődött el a pedagógusok kampányoltása. A Bács-Kiskun megyei Oktatókórházban 1400, Baján és Kiskunhalason pedig 1900 embert immunizálnak szombatig Pfizer vakcinával. Kecskeméten 11 oltóponton várták ma a pedagógusokat. Ma a Bács-Kiskun megyei Oktatókórház rendelőintézetének oltópontjain folynak a pedagógusok kampányoltása. Megemelt oltópontokkal készültünk a beoltásukra, közel 1100 pedagógust várunk a mai nap, a holnapi nappal együtt 1400 főt. A nagyszámú oltás miatt a szakorvosokon és a szakdolgozókon túl a gyermek és a felnőtt házi orvosok segítségére is szükség van. A munkatársaim erőn felüli munkát végeznek a járvány leküzdésében, hiszen a szakrendelések fenntartásán túl a délutánjaikat, az estéiket, hétvégéiket, és most már majd az ünnepnapjaikat is feláldoznák a járvány leküzdésére. A vezetőasszisztens kiemelte, nagy az oltási kedv a pedagógusok körében is, hiszen országosan 75%-uk igényelte már a vakcinát. A Bács-Kiskun megyei Oktatókórház 5 munkatársát díjazták az év Covid dolgozója szavazáson. A Fogjunk össze az egészségügyben dolgozókért és családjaikért program keretében létrehozott díjat és az azzal járó anyagi juttatást a Magyar Kórház Szövetség tagkórházainak összesen 95 dolgozója kaphatta meg. Megvan, kik lettek az év Covid dolgozói. A február 22-e és március 19-e között lefolytatott nyílt szavazás célja azoknak a betegellátás frontvonalában dolgozó orvosoknak, szakdolgozóknak és a kórházak működési hátterét biztosító szakembereknek a megtalálása és anyagi jutalmazása volt, akik a páciensek szerint kiemelkedő munkát végeznek. Erre a Dunabónum Alapítvány által felajánlott 100 millió forint adott lehetőséget, amelyet a Magyar Kórház Szövetség tagkórházainak munkatársai között osztanak szét a Fogjunk össze az egészségügyben dolgozókért és családjaikért kezdeményezés keretében. A Bács-Kiskun megyei Oktatókórház dolgozói közül dr. Bozóki Istvánt, a tüdőbelgyógyászati osztály osztályvezető főorvosát, Vékony Rolandot, a műszaki osztály orvosi gázellátó munkatársát, dr. Körmendi Szabolcsot a kalocsai tüdőbelgyógyászati osztályról, Rózsa Rékát a kalocsai sebészeti és traumatológiai osztály ápolóját, valamint Bánfi Andreát a kiskunfélegyházi kardiológia és kardiológiai rehabilitációs osztály ápolóját ismerték el ezzel a díjjal. A szavazásban összesen 7000-en vettek részt. A pénzösszeget a legtöbb szavazatot kapott 95 kórházi dolgozó között osztják ki. A SARS-CoV-2 betegség elleni védőoltás felvételéhez előzetes regisztráció szükséges a vaccinainfo.gov.hu oldalon. Amennyiben valaki nem rendelkezik internet elérhetőséggel, vagy nincs olyan hozzátartozója, segítője, aki a vakcinaigény iránti regisztrációban segíteni tudna, akkor lehetősége van a polgármesteri hivatal segítségét kérni. Azoktól, akik segítséget szeretnének kérni a regisztrációhoz, illetve a hozzá szükséges e-mail cím létrehozásában, azt kérik, hogy a hivatal ügyfélszolgálatával vegyék fel a kapcsolatot a 0676 513 572 telefonos elérhetőségen. A regisztrációhoz szükséges megadni a nevet, a lakcímet, életkort, telefonszámot és a tajszámot. A megadott adatokat a regisztrációt követően nem őrzik meg és nem kezelik. 1956 óta nem volt olyan alacsony a közlekedési halálesetek száma, mint 2020-ban.
A jelentősen javuló közlekedésbiztonsági helyzetet a rendőrség rendhagyó módon köszöntve meg minden közlekedőnek. Az év elején az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság köszönetkampányt indított. Ezekkel az animációs videókkal köszönte meg a rendőrség, hogy 2020-ban Magyarország közlekedésbiztonsági helyzete jelentősen javult. A közlekedők tavaly sokkal fegyelmezettebbek és szabálykövetőbbek voltak az utakon, mint korábban, ezért is indították el az úgynevezett köszönetkampányt a különböző média felületeken. Ezt a köszönetkampánynak az elemeit az írott, az elektronikus médiában, tévérádió műsorokban, óriás plakátokon, közösségi média felületein láthatták a lakosok. Ezeken a felületeken szerettük volna megköszönni a közlekedők pozitív hozzáállását, hiszen 1956 óta nem volt annyira kevés a közúti halálos balesetek száma, mint az elmúlt évben. A kedvező baleseti adatok azonban csak részben köszönhetők a koronavírus járvány miatti korlátozó intézkedéseknek. A csökkenő tendencia már 2020 év elején megmutatkozott, illetve a nyári forgalom fellendülési idején is tartotta magát. Viszont abban mindenképpen egyetérthetünk, megállapíthatjuk, hogy a pandémia során az emberek sokkal megtanultak egymásra jobban odafigyelni, hiszen egyik napról a másikra felfordult az életünk, ebből adódóan sokkal, akár ösztönösen is sokkal óvatosabbak lettünk. Az őrnagy szerint a siker az közös, ugyanis jelentősen hatott a közlekedőkre a megváltozott rendőri jelenlét is, mint a drónos és helikopteres ellenőrzések, vagy az úgynevezett pofátlanítási akciók, amikor civil jellegű rendőrautókból történő rejtett ellenőrzések elindításával a közlekedők bárhol, bármikor számíthattak szabálytalanság esetén rendőri fellépésre. Ez az akció idén is tovább folytatódik, és az erről készült videók felkerülnek a világhálóra is. A húsvéti ünnepek alatt változnak a közlekedési menetrendek. A járványhelyzet miatt több közlekedési társaság azt kéri, hogy aki teheti, halassza most el az utazását. Aki mégis útnak indul, ügyeljen a megfelelő távolságtartásra és viselje maszkot. A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Közzétette a kecskeméti buszok húsvéti ünnepek alatti közlekedési menetrendjét. Április 2-án munkaszüneti nap ünnepnap szerint közlekednek a buszok, április 3-án pedig munkaszüneti nap szerinti menetrend lesz érvényben. Április 4-én és 5-én pedig munkaszüneti nap ünnepnap szerint indítja a KEKO a járatait. Az ünnepnapokra való tekintettel a társaság a március hónapra megváltott bérletek érvényességi idejét április 7-e éjfélig hosszabbította. A kialakult veszélyhelyzetben arra kérik utasaikat, hogyha tehetik, éljenek a közlekedési mobiljegy alkalmazásban biztosított rugalmas online menetjegy és bérletvásárlási lehetőségekkel. A MÁV Volánbusz csoporthoz tartozó közlekedési társaságok, MÁV Start, Volánbusz, MÁV Hév, a húsvét ünnepekhez igazították a járatok közlekedési rendjét. A járványhelyzet miatt a közlekedési társaságok kérik, hogy aki teheti, most halassza el az utazást. Aki mégis elindul, viseljen maszkot, a nem egy háztartásban élő utasok lehetőség szerint tartsanak egymástól másfél méteres távolságot az állomásokon és járműveken. A vonatok április 2-án a szombati, 3-án és 4-én az ünnepnapi, 5-én a vasárnapi, 6-án pedig már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik. Nagypénteken munkaszüneti napon, április 3-án a szabad napon, húsvét vasárnap a munkaszüneti napon és húsvét hétfőn a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint közlekednek a Volánbusz járművei. Az ünnepi menetrendekről részletesebb tájékoztatást a közlekedési társaságok oldalán találhatnak. Zárva tartanak a piacok húsvét hétfőn, azonban nagypénteken és húsvét vasárnap is lehetőség lesz bevásárolni a kecskeméti piacokon. A húsvéti nyitvatartásról az intézmény és piacfenntartó szervezet közleményt adott ki. A Budai utcai piaccsarnok nagypénteken a hagyományos nyitvatartás szerint várja a vásárlókat. Húsvét vasárnap reggel 6-tól 12 óráig szintén nyitva lesz. A piaccsarnokban az üzletek zöme is nyitva tart majd ezekben az időpontokban. A Széchenyi Városi Kispiac húsvét vasárnap ugyancsak nyitva tart 6 órától délután 2-ig, adta hírül közleményben az intézmény és piacfenntartó szervezet.
Húsvét hétfőn a piacok zárva tartanak. A Szent László körúti nagybani zöldséggyümölcspiac húsvét hétfőn zárva lesz. Helyette kedden, április 6-án várja a vásárlókat reggel 7-től 12 óráig. 21 embert menekítettek ki a tűzoltók tegnap délután az egyik Irinyi utcai 10 emeletesből. A hetediken található egyik erkély gyulladt ki. A lángokat hamar eloltották a tűzoltók. A lakás tulajdonosa nem volt otthon, őt a szomszédja értesítette telefonon, hogy azonnal menjen haza, mert nagy a baj. Ez a hetedik emeleti erkély gyulladt ki tegnap délután az Irinyi utcában található egyik tömbházban. Az ott lakó nő nem volt otthon, így a tűzoltók berúgták a bejárati ajtót, így hatoltak be a lakásba. Az ott tárolt tárgyak, eszközök égtek, használaton kívüli klímaberendezés, laminált padló egy-két négyzetméteres területen, a tűz a műanyag nyílászárókra is átterjedt. A kecskeméti hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett perceken belül a helyszínre érkeztek, és magasból mentő segítségével egy vízsugárral a tüzet eloltották. A lángok sem a lakásra, sem a szomszédos lakásokra nem terjedtek át. 21 embert menekítettek ki a tűzoltók a házból, de nekik csak rövid időre kellett elhagyniuk az otthonukat. Személyi sérülés nem történt. Az egyik szomszéd a helyszínen azt mondta, amikor hallotta a tűzoltókat, kinézett az ablakon és látta, hogy a felette lévő lakásból dől a füst. Ekkor a hölgy felrohant a szomszédjához, aki nem volt otthon, így a tulajdonost telefonon értesítette, hogy azonnal menjen haza, mert ég a lakása. A tulajdonossal is sikerült beszélni, aki elmondta, hogy szerencsére a szobákat nem érintették a lángok. Idén az első negyedévben összesen 2250 lakástűz volt Magyarországon, ami azt jelenti, hogy átlagosan 41 percenként kigyulladt egy otthon, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője mai tájékoztatójában. A nagyobb lakástüzeket egy kis odafigyeléssel és egy füstérzékelővel meg lehet előzni. Néhány ezer forint mégis életeket és milliós értékeket menthet meg, ha a mennyezetre felszerelünk egy ilyen készüléket. Forgalomelterelés lesz nagypénteken Kecskeméten a Rákóczi út páratlan oldali lezárása miatt. A terelésről a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Adott ki tájékoztatást. Április 2-án nagypénteken 7:30-tól várhatóan 14:30-ig a Rákóczi út páratlan oldali lezárása miatt forgalomelterelés lesz érvényben. A jelzett időszakban az érintett 1-es, 4A, 12-es, 15-ös, 23A jelzésű autóbuszjáratok terelő útvonalon közlekednek, és nem érintik a Cifrapalota és Víztorony elnevezésű megállóhelyeket. A terelő útvonalon ideiglenes megállóhely nem kerül kijelölésre, derül ki a tájékoztatóból. Húsvétkor is közvetít szószék műsorokat a Kecskeméti Televízió. Az ünnep napjain több más egyházi vonatkozású felvételt is újra műsorra tűzünk. Holnap nagypénteken 18 órai kezdettel előbb egy 2013-as koncert, majd a Lélektől Lélekig hitéleti magazin, tavaly húsvéti adása, azt követően pedig a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2012-ben előadott Új világ passió című előadásának egy részlete lesz látható. Április 3-án nagy szombaton 17 órakor a Szent Család plébánia húsvéti vigiliáját adjuk élőben. Húsvét vasárnap 9 órakor református istentisztelet lesz látható, az ünnep második napján pedig 10 órai kezdettel evangélikus istentisztelet kerül adásba. Több portréműsor, egy-egy korábbi részét is újra műsorra tűzzük az elkövetkező napokban. Ezekben például Varga László református lelkipásztorral, Hulai Enikő és Kis János evangélikus lelkészekkel, Hatházi Róbert plébánossal, Róna Tamás főrabbival láthatnak beszélgetést. A részletes tévéműsort megtalálják a Kecskeméti Televízió honlapján. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Ma 1150 pedagógust immunizáltak a Bács-Kiskun megyei Oktatókórház rendelőintézetében kialakított 11 oltóponton. A Bács-Kiskun megyei Oktatókórház 5 munkatársát díjazták az év COVID dolgozója szavazáson. Az elismerést a Magyar Kórház Szövetség tagkórházainak összesen 95 dolgozója kaphatta meg.
A húsvéti ünnepek alatt változnak a közlekedési menetrendek. A járványhelyzet miatt több közlekedési társaság azt kéri, hogy aki teheti, halassza most el az utazását. Zárva tartanak a piacok húsvét hétfőn, azonban nagypénteken és húsvét vasárnap is lehetőség lesz bevásárolni a kecskeméti piacokon. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat hamarosan Kiemelő című magazinunkkal folytatjuk, amelyben egy izgalmas húsvéti kalandra invitáljuk Önöket, a Hídős Város Turisztikai Központ és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház segítségével. Híróránk legvégén pedig pár ötletet is kaphatnak majd a húsvéti menühöz. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A hírös híreket 20 óra 30 perckor, 22 óra 6 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb, kedden este az ünnepek után jelentkezünk. További kellemes estét és boldog ünnepeket kívánunk Önöknek, viszontlátásra! Péntekre virradóan hideg front érkezik, feltámad az észak-észak-nyugati szél. Többfelé lehetnek erős lökések, napközben napos gomoly felhős idő várható. Záporok eleinte keleten, délután pedig a középső tájakon alakulhatnak ki. 11-18 fokot mérünk majd. Szombaton több helyen alakulhatnak ki újabb záporok, néhol akár zivatarok, a hegyekben hózáporok is. Délután 9-14 fok valószínű. Vasárnap a gomoly felhős idő mellett elszórtan ismét előfordulhatnak záporok, az északi szél élénk erős marad. Hajnalban helyenként fagyhat, napközben is csupán 8-13 fok várható. Hétfőn reggel többfelé lehet fagy, majd napközben már enyhébb időre 11-17 fokos maximumokra van kilátás.